Sziasztok! Ebben a videóban a Sony FI-70-200mm F4G OSS lencsét szeretném megmutatni, hogy miképp is van becsomagolva. Ha szeretnétek hasonló videókat látni a jövőben, légy iratkozzatok fel. Akkor kezdjük. Jól látható a doboza, az a megszokott narancssárga Sony doboz. Extra papírok. Itt van pár információ, mik vannak a dobozban. Szóval igazából a szokásos dolgok. Kívülről nézzük meg, hogy mi is van szóval bent a dobozban. Kinyitjuk. Külön található még egy kis papír munka, több különböző nyelven, ez is a szokásos dolgok része. Nézzük is a csomagolást. Csomagoláson belül jól látható, hogy egy extra bubis zacsiba van elhelyezve az objektív védelem érdekében. Miután ezt eltávolítjuk, jól látszik, hogy egy kis objektív tartó zsákocskába van az objektív. Ennek a tapintása bőrszerű, de nem bőr. Az alja kemény, megvédve az objektív frontlencséjét. Nézzük. Igen. Itt van az objektív. Itt ismételten a csomagolás látszik rajta. És ő volna videónk alanya. De mielőtt megnézzük jobban, nézzük, mi van még itt. Kis zsákban megtalálható a napellenzünk. Nézzük meg ezt közelebbről. A napellenző műanyag anyagú, viszont gumis a szélső pereme, ezzel plusz védelmet nyújt esetleges odaütődéseknek, és amit a kamera annyira nem lát, az az, hogy a belső része az egy ilyen matt, ilyen bevonatú az egész, nem műanyag, hanem valami külön bevonat van rajta. Ezzel is elősegítve a napfény becsillanását. Nézzük is meg, akkor közelebbről, hogy az objektívünkkel mi a helyzet. G szériás objektív. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sonynak a magasabb szintű, prémiumabb kategóriájába tartozik, viszont még nem a GM, vagyis nem a G Master, ez egy fokkal lejjebbi objektív. Nézzük meg, milyen anyaghasználat. Az anyaghasználat az fémszerű. Igen. Ez fémből van, a tekerők gumírozottak, nem fémből vannak. A fókusz az elől található. Ez elektronikusan vezérli a belső részt, szóval nem direktbe kapcsolódik a fókuszmotorhoz, ezért teljesen sima a mozgása, és nem is okozunk kárt az objektívben azzal, hogy autofókusz állásban is tekergetjük. Látszik a fókuszgyűrű, hátul található, simán egy picike ellenállással lehet tekerni. Valószínűleg ez az évek során egy kicsit majd lazábbra válik. A belső zoomolású, szóval ez azt jelenti, hogy mikor zoomolunk, ugye nem nő meg az eleje az objektívünknek. Rendelkezik egy ilyen kis tripod lábacskával, most hirtelen jut eszembe, hogy magyarul mi is a neve. Ez fémből van.
Abba nagyon jó segítséget nyújt, hogyha állványról szeretnénk fényképezni, akkor ugye ez lesz, ahol a súlypont lesz, meg lesz, és nem a kameránkat fogja lehúzni előre a súly. Ez természetesen lehet állítani. Ki hogy szeretné, ha esetleg úgy fotózunk, hogy nem szeretnénk, akkor fölülre. És itt szeretném megjegyezni, hogy ezt el is lehet távolítani. Meghúzzuk, szétnyílik, és így el tudjuk távolítani. Az objektív rendelkezik gombokkal. Három darab gombunk van. Ez alapértelmezetten a focus hold funkciót, vagyis hogy a fókusz megtartásáért felel, de ezt a kameránkban tetszőlegesen programozható. Ne tévesszem meg senkit, hogy három gomb van, mivel a három gomb az ugyanazt a funkciót látja el, ez csupán azért van, hogyha portré vagy más állásba használjuk, akkor is kéznél legyen a gombunk. Nézzük meg közelebbről, hogy milyen gombokkal rendelkezik az objektív. Van nekünk először egy autofókusz, manuál fókusz átállító gombunk. Van egy fókusz limitáló gomb, ez teljes tartományban, vagy 3 métertől végtelenig. Optikai stabilizáció. Elfelejtettem megemlíteni, ugye, hogy az objektívünk rendelkezik beépített optikai stabilizációval, ezt itt tudjuk kibe kapcsolni. Esetleg, hogyha állványról használjuk az objektívünket, akkor érdemes lehet ezt kikapcsolni, mert vannak esetek, amikor bezavarhat állvány használat mellett. Van mód állító, az egyes mód az egy általános, bármilyen szituációra használható, a kettes a spanningre van. Ez akkor kell használni, hogyha a kamerát oldalirányba szeretnénk mozgatni közben. Szóval ennyi. Nézzük. Az objektívünk 72 mm-es gyűrűvel rendelkezik, szóval ez azt jelenti, hogy 72 mm-es filtereket tudunk rátenni. Itt említi, hogy 1 métertől 1,5 méterig van a minimum fókusz távolság. Ez annak függvényében változik, hogy 70 vagy 200 mm-en próbáljuk használni, szóval nem fix a közelpontja. Az objektív konstans F4 rekesz szerkezettel rendelkezik, amely 9 lamellából áll. Por és csepp álló, viszont itt szeretném megjegyezni, hogy maga itt a kis gumigyűrű az nem lóg ki, szóval ez egy negatívum lehet, mivel nincs meg az extra védelem a bajonett és az objektívünk között, hogy ez egy gyenge pont lehet. Az objektív, azt elfelejtettem mondani, ugye ez egy FI, szóval ez az e-bajonettes full frame gépekre tervezett, természetesen bármilyen e-bajonettes géppel használhatjuk, nem csak full frame-mel. Ebben az esetben ugye, ha APS-C gépünk van, akkor a crop faktorral mindenképp számolnunk kell.